Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék a Szeftek Ages-nek a következő részével. Hogyha emlékeztek, az előző részben sikeresen elértem azt, hogy a Blood Altárunk 3-as szintű legyen, tehát Tier 3-as. Ebben a részben is a Blood Magic-kel szeretnék foglalkozni, ugyanis egy rituálé során már majd el tudom azt érni, hogy legyen saját obszidiánunk. Ugye jelenleg már spawnol a világunkban obszidián, viszont nem tudom sehogy se kibányászni. Viszont például ahhoz, hogy el tudjak kezdeni enchantolni, szükségem van obszidiára, úgyhogy muszáj most foglalkoznunk a Blood Magic-kel, ugyanis szerintem azért a varázslatok egy fontos részét képezik a Minecraft-tak, úgyhogy megvárom azt, amíg este nem lesz, ugyanis hát képzeljétek el, hogy mi történt velem. Frissítettem most a Szeftek Ages-et, tehát a legfrissebb verzióval játszok, és ugye ott már a totemoszlopok teljesen másképp néztek ki, úgyhogy ki is ütöttem innen a ház oldaláról, illetve a belső oszlopokból, ugye a totemoszlopokat, mert borzasztóan milyen néztek ki szerintem, tehát ilyen rendes, kifaragott állatfejek voltak. És hát ezáltal nem volt elég fény a házamban, és rám robbant egy creeper. Ezért is van az, hogy ez a láda ide került, illetve most nincsen ágyam. Szóval mindenféleképpen szeretném megvárni az estét, mert hát eléggé kellemetlen lenne, hogyha most meghalnék. Nem is tudom, hogy hol spónolnék, valószínűleg több ezer blokkal arrébb. Nem lenne azért kellemes ide visszatalálni. Illetve ha már itt vagyok, akkor lehet, hogy magamhoz veszek egy kis Demonic Wheel-t, mert ugye ez is kelleni fog nekünk. Megnézem, hogy mennyi van még. Láthatjátok, hogy néhány dolgot összegyűjtöttem. Fogalmam sincs, hogy ezek micsodák, ezek a legfrissebb verzióval jöttek be, úgyhogy majd megnézzük. Lehet, hogy valami Halloween event van, mert ilyen cukorkákat szerintem csak Halloweenkor dobálnak a mobok. Ezeket különféle mobok dobálták, viszont nem volt mobhoz kötve, hogy mikor zöld cukorkát a creeper dobja, a fehéret a skeleton, hanem így össze-vissza, meg fogjuk nézni, hogy melyik mit tud. És magamhoz szeretnénk még venni egy kevéske Demonic Wheel-t, hogyha van még itt, szerencsére van belőle. A többi alapanyagból viszont szerintem van bőven a másik bázison is, úgyhogy nem baj, hogyha itt maradnak ezek. Viszont a Demonic Wheel-eket majd már majd fel tudom tölteni egy itembe, amit szintén szeretnék majd most lecraftolni. Jó, szerintem most már van elég sötét ahhoz, hogy tudjunk végre aludni. És akkor így állítok magamnak egy spawn pontot. És hát meg kellene nézni, hogy esetleg tudok-e már majd valami fejlettebb ágyat készíteni. Ez a szalma ágy annyira nem kényelmes szerintem. Nem tudom, nem kérdeztem meg még a karakteremet, de gyanítom, hogy azért egy jó kis pamut ágyikó sokkal kényelmesebb lenne a hátának. Na jó, akkor első körben szeretnék elkészíteni egy Hellfire Forge-ot. Remélhetőleg lesz hozzá elég alapanyagunk. A Hellfire Forge-ot tinből tudjuk elkészíteni, bronzból, copperből, illetve sima kőből. Szerintem mindegyik kell, hogy legyen a bázisunkon, legalábbis nagyon-nagyon remélem. Hogyha nincs, akkor természetesen a kohóban tudunk készíteni. Illetve amit még szeretnék, tényleg a slime cipő, akkor hogy legyen egy varázslószobánk, remélhetőleg ezek mind-mind össze fognak jönni. Illetve a sisakomat is tudom fejleszteni. Ugyanis, hát benéztem az előző részben, és igazából rá tudom majd rakni azt a modifiert, amit szerettem volna, viszont a glassokat külön kell szedni. Hogyha jól emlékszem, akkor prizmatik kristál kellett hozzá. Ugye az előző részben mondtam, hogy szeretnék egy olyan sisakot, amivel tudok majd a víz alatt lélegezni, és most már akkor ezt el is tudom készíteni. Mégpedig úgy, hogy ezt ide rakom. Egy darab prizmarin kristál kell, kettő darab üveg, és fontos, hogy külön rakjátok, mert hogyha egybe rakjátok, nem fogja odaadni. És akkor így már lesz egy olyan sisakom, amivel majd tudok víz alatt lélegezni, hogyha esetleg szükségem lesz rá. Na jó, ezeket viszont akkor visszarakom, és ha minden igaz, akkor van annyi prizmarin shardom, illetve prizmarin kristálom, hogy tudjak készíteni egy lampet is, és akkor kapok egy advancementet, amit még az előző korszakban kellett volna megcsinálnom. Sea Lantern. És igen, kell hozzá 5 darab prizmarin kristál, és 4 darab prizmarin shard, pont annyim van. Úgyhogy egyet el tudok készíteni, és ezzel megvan az advancement, Under the Sea Lantern. Na, csodás. Hát remélhetőleg akkor majd még tudok szerezni többet, és ki tudom cserélni azokat a borzasztóan ronda glowstone-okat. Bár egyébként a glowstone-oknak a kinézetét is meg tudnám változtatni chisel-lel. Remélhetőleg úgy is működik, azért ezt gyorsan még lecsekkolnám. Mert nem nagyon vagyok kibékülve a glowstone textúrájával. Tehát úgy alapból szerintem a Minecraftban az egyik legcsúnyább blokk a glowstone. De hát ezek se sokkal szebbek. Nem is tudom, hogy melyik. Talán ez jó lehetne. Remélhetőleg így még működik nekünk majd az altár, ha nem, akkor sima glowstone-t fogunk használni. Illetve majd nyilván azért ezt a területet itt szebbre meg szeretném csinálni. Viszont most egyelőre az lenne a legfontosabb, hogy legyen végre egy saját varázslószobánk. Jó. Oké. Már is szebb. Már is sokkal, de sokkal jobb. Azt nem tudom, hogyha ezt fölveszem,
akkor gyűjti magába az oxigént? Mert az előbb itt írta, hogy mennyi oxigént tárol magába. Viszont most nem írja ki. Plusz 10%-kal tudok szerintem tovább maradni a víz alatt. Na jó, jobb nekem most a Phantom Helmet. Kaptam egyébként ilyen Creeper szívet is, amit meg lehet enni, de nem tudom, hogy megmerje enni. Majd, hogyha nem lesz ennyi szintem, akkor lehet, hogy bevállalósabb leszek. Illetve akkor már slime-okat is magamhoz veszem, és akkor elkészítjük azt a slime cipőt. És itt is van egy cukorka. Igen, ez Halloween Lollipop. Majd akkor ezt is lehet, hogy megkóstoljuk. Nem tudom, hogy ilyen piros már volt-e a hátizsákomba. Illetve akkor már a Hellfire Forge-hoz is összeszedném az alapanyagokat. Tehát akkor kell nekem sima kő. Aztán kelleni fog nekem még bronz. Ha minden igaz, akkor ebből is kell, hogy legyen egy kevéske. De tin az biztos, hogy kelleni fog még. Úgyhogy ezt magamhoz veszem. Copper az lesz lent ott a kohónál. Bronz viszont szerintem nincsen ebben a ládában. Nagyon-nagyon remélem, hogy ott lent viszont lesz. Van akkor 5 darab muddy slime-om. Ezt pedig ki kellene égetni. Aha! Tudtam, hogy volt valami hiányérzetem. És most már tudom is, hogy mi hiányzott nekem. Hát a kemencém. Szóval akkor ezt elkezdem kiégetni. Jó, és akkor magamhoz veszek egy kis koppert, illetve egy kis bronzt, és remélhetőleg akkor már majd el tudjuk készíteni a Hellfire Forge-ot is. Ezeket a slime-okat lerakom ide, és akkor kell nekem bronz, ebből kellett egy darab, jól emlékszem? Igen, egy darab, illetve kell egy copper blokk is, abból is van 64, de jó ég, jó sokat bányáztam. És akkor most már el tudom készíteni a Hellfire Forge-ot. Jó, király! Na most ezt hova rakjam? Kérdés, ez vajon fog nekem valami csúnya mágiát is csinálni, vagy nem fog annyira bántani? Na jó, most, hogy ez megvan, kell készítenem egy ilyen Petit Tartaric Gem-et. Petit Tartaric Gem, igen, ez a neve. És ezt a Hellfire Forge-ban tudom elkészíteni. Szükségem lesz Redstone-ra, aranyra, Blue Dye-ra, illetve valamilyen üvegre. Elméletileg kell, hogy legyen még kék festékanyagunk, remélhetőleg jól emlékszem. Elég sok mindenhez kell kék festékanyag, úgyhogy lehetséges, hogy ebből majd egy kicsit jobban föl kellene táraznunk. Igen, itt vannak a Immersive Engineering-es cuccok, illetve majd amik még kellhetnek a későbbiekben. Most nem nagyon foglalkoztam ugye az előző részekben azzal, hogy korszakot lépjünk, viszont úgy érzem, hogy elég sok mindennel el voltunk maradva, mert nem voltak meg különböző crafting stationok, különböző craftasztalok, és hát azért ahhoz, hogy majd a későbbiekben gördülékenyen tudjunk haladni, nyilván ezek is kellenek. Úgyhogy remélem nem haragszatok meg, hogyha most egy kicsit ilyen mellékvágányra tértünk. És azt nézem, hogy van-e nekünk valahol kék festékanyagunk. Nem igazából látok, úgyhogy ebből az készül, ugye? Igen, ebből az készül, ebből a virágból. Ezt akkor gyorsan be is dobom. És akkor felhasználjuk valami sokkal jobbra, mint egy virág. Ez azt hiszem a virágkötőknek annyira nem hangzana jól. Na jó, igen, mi a sztomba kéne ezt bedobnom? Ezt máskor amúgy nem tudom átalakítani, már valami fejlettebbe. Nem grindstone lenne, de az nyilván nem fejlettebb. Készíts nekem kék festéket! Csak nem, hogy aztán ide a hátam mögé lopakodjon egy creeper. Ez eléggé kellemetlen lenne. Turntable-t viszont lerakom. Jó, okés. Na, itt már van 2 darab kék színezékünk. Ahhoz, hogy életpontokat tudjunk majd szerezni, kellene csinálnunk egy olyan Sacrificer Daggert, amivel más lényeknek az életpontjait is be tudom majd gyűjteni, és nem a saját véremet áldozom fel erre a nagyon nemes feladatra. Mert azért valljuk be, hogy mégiscsak, hogyha már szörnyeket ölünk, akkor jobb, hogyha az ő életpontjukat raboljuk el. Jó, egy darab redstone, köszönöm szépen. És akkor szerintem ezt el is készíthetnénk itt a Hellfire Forge-ba. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez működni fog. És akkor kell egy kék festékanyag, vajon fontos a sorrend? Hát lehet, hogy fontos a sorrend, úgyhogy akkor kell egy ilyen. Ide kell a gold, üveg és a redstone. És lehet, hogy akkor ez a Demonic Will lesz kevés lesz neki. Rakunk bele akkor egy olyat, ami egy fölött van. 1,57-es. Aha, jó, oké, nem volt neki elég a quality-ja, nem volt elég jó a minősége. És akkor meg is kaptam a Petit Tartaric Gem-et. És ha minden igaz, most, hogyha ezt kidobom, akkor már elkezd így gyűjteni ebben. Ó, milyen szépen elkezdte feltölteni. Mint az eszközöknek a durability-je.
Milyenem van még? 1,28, 0,07-es és egy 4,97-es. Hát ezek nagyon különböző értékűek, úgyhogy azt mondom, hogy akkor ezeket megtartanám. És akkor ennek van egy 24,34-es wheel quality-e. Illetve, ha jól tudom, akkor el tudunk készíteni egy Sentinel Sword nevezetű tárgyat, amivel, hogyha megöljük a különböző lényeket, akkor egyből már be tudjuk gyűjteni a lelküket, és nincs szükségünk arra a rudimentál cucra. Hogyha még emlékeztek nagyon régen, akkor készítettem egy ilyen lasszószerűséget, amivel dobáltam a szörnyeket, és úgy szereztem meg a lelküket. Na most, most már nem kell ezt külön-külön lekraftolnom és dobálnom őket, szóval sokkal könnyebb dolgom lesz, hanem ezzel a Sentinel Sword-dal egyből be tudom majd gyűjteni. És közben el kellene, hogy tudjam készíteni a Slime Boots kort. Király. És most már akkor lesz sima Slime Boots-om. Jaj, de jó lesz. Na jó, egyszerre egy dologgal foglalkozunk, szóval akkor jön ez a kard. És mi ez a hang? Iron Sword-dal lehet ezt megcsinálni, hogyha jól látom. Meg Black Quartz Sword-dal. Hasonló a sebzésük, úgyhogy szerintem én egy sima vaskardot fogok felhasználni. És akkor ezt... át is fogjuk mindjárt alakítani ott a Hellfire Forge-ba. Aha, jó, oké. Most elkezdte csinálni ezt a mágiát. Még nekem is rá kell jönnöm, hogy mi hogyan működik. Megvan a Sentinel Sword, király. Mondjuk itt most azt írja, hogy fél szívet sebez összesen. Az nem túl sok. Jöjjünk akkor ki, és egy kicsit vadászgassunk. Mit fog kapni? Hogyha ezzel ütöm le. Aha, Demonic Wild. Jó, megkaptunk egy Halloween lollipopot. Király. Egészen sokat sebez amúgy ez a kard. Sose mindegyik csak ilyen egyes quality dob. Tehát, hogy akkor ez a kard, ez így azt mondja, hogy akkor jó, nem kell használnod azt a rudimentál sticket, de mindig ugyanaz lesz a quality-ja. Csirke is ad nekem olyan ilyen build? Vassza, hogy neki nincsen ilyen démonik ereje. Akkor azt mondom, hogy egy kicsit haladjunk tovább. Szeretnék elkészíteni egy ilyen divination sigilt, ami arra lesz jó, hogy ugye lássuk azt, hogy mennyi LP, tehát mennyi life point van a altárunkban. Így tudom ellenőrizni azt, hogyha valamit ugye át akarok varázsolni, át akarok sötét mágiával alakítani, akkor van-e elég életpontunk hozzá. Mert ugye az előző részben kiderült, hogy például azt az aranytömböt azért nem tudtam átváltoztatni, mert nem volt elég life pontom. Szóval alkemi eréllyel fogjuk ezt elérni. És kell hozzá Blank Slate, illetve Ash, vagy Redstone. Hát akkor lehet, hogy Redstone-t fogok használni. Alchemy erejét pedig ilyen Arcane Ashes-zel tudok létrehozni. Ez kell Ash, Gunpowder, White Dye Powder, illetve Charcoal. Viszont akkor most a Hellfire Forge-ra lenne megint szükségem. És hát azon gondolkozom, hogyha ez teljesen föl van töltve, akkor csak nem tűnik el. Nem? Tehát értem én, hogy lélekerő kell ahhoz, hogy... ezek a különböző varázslatok működjenek, de azért csak nem kell minden egyes alkalommal ilyen peti cuccot kraftolnom. Jó, és akkor megvan az Arcane Ashes-em. Most többet is kraftol? Szóval akkor ezzel, hogyha minden igaz, tudok rajzolni a földre, mint hogyha egy kréta lenne. És hogyha jól tudom, akkor ehhez kell nekem egy Blank Slate, illetve egy Redstone. És akkor fog nekem létrejönni ez a Divination Sigil. Blank Slate-em kell, hogy valahol itt legyen. De ha nincs, akkor ugye kő segítségével tudunk olyat készíteni. Ugye az előző részben eléggé sokat csináltam itt az altárnál. Úgyhogy most le is tudjuk azt tesztelni, hogy működik-e még ez. Viszont ahhoz el kell, hogy vegyem sajnos ezt az aranyblokkot. Ide ezt be kell, hogy rakjam. És egy kis vért kellene juttatnom ugye ide az altárba. Jó. Ez akkor mindjárt át fog alakulni. Eszek is egy kicsit. És ha meg lesz a Blank Slate-em, akkor már egy köpésnyire leszek attól, hogy meglegyen az a cucc, amivel le tudom ellenőrizni, hogy mennyi life point van itt pontosan ugye ebben az altárban. Szóval ezt ide lerakom. Először kell neki a Redstone, és utána a Blank Slate. És most ez itt elkezdett nekem pörögni, forogni, ez a szép-szép runa. Nagyon-nagyon remélem, hogy jól csinálom. Tehát először csinálom én is ezt. Itt van, Divination Sigil, király. 2115 life point, és tier 3-as. Jó. Akkor Dagger of Sacrifice, ezzel tudom majd elérni azt, hogy ugye más moboknak az életét is fel tudjam használni, az ő életpontjaikat. Ehhez Black Quartz Sword kell. Ez ugye a sötét kvarcos kard.
Ha minden igaz, akkor ilyet is tudunk készíteni, ugyanis sötét kvarcunk még kell, hogy legyen. 13-ban összesen. Át kell szerintem majd még bennünk a binízbe. Pedig nem szeretnék oda menni, nem volt egy kellemes hely. Kardot egyszerűen lehetett viszont kraftolni, ami egy nagyon jó pont. És akkor ezt is gyorsan átváltoztatjuk. És akkor ennek a segítségével majd tudok életpontokat is gyűjteni, tehát tudok lelkeket és életpontokat gyűjteni most már más szörnyektől. Nem kell saját magamat kínoznom. Ennek az átalakításához mennyi életpont kell? 3000. Volt annyi benne? Aha, most folyamatosan szívja innen le. Kérdés, hogyha ez elfogy, akkor a sajátomat is elkezdi el lefelé szívni. 7200, hát úgy látszik, hogy nem. Valahogy csak át lehet vinni a life pontokat tőlem ebbe az altárba. Jó, akkor viszont egy kicsit feláldozom magamat. És... eszek még egy kis répát. Oh! Igen, ezt nem kellett volna. Jó. És most szellem lettem? Wow! Látszik, akkor ebben a legújabb Safety Cages verzióban most már teljesen más grave van, teljesen más sírkő. Mondjuk szerintem nem volt gond az előzővel se, de biztos meg lesz ennek is a maga varázsa. Arra viszont akkor jobban oda kell figyelnem, hogy ne halljak meg legközelebb. Wow, ilyen kis tök is van itt. Viszont nem veszítettem szintet. Úgy látszik, akkor az új gravestone mód nem von le szintet, hogyha meghalok. Ez mondjuk király. Jó, van benne 3070. Elméletek, akkor ez már elég kell, hogy legyen, hogy átalakuljon a kardom. De menjünk a biztosra, legyen 4000. Szóval akkor ezt szeretném átalakítani. Hello? Ez az, ki is próbálhatom. Király. Pont jókor jöttél, köszönöm szépen. És így most 1500 van benne. Hát nem tudom, hogy mennyit dobott ez hozzá, de elméletek, akkor ezzel már majd tudom gyűjteni a szörnyeknek a life pontját. Ami egyébként creepernél nem biztos, hogy jó, hogyha odáig átcsalogatom, de a zombinál annyira nem para. Gyere! Jó, és akkor itt innentől kezdve pedig már itt ezzel. Hát elméletileg növekednie kell itt a vérpontoknak. Aztán lehet, hogy csak nagyon minimálisan növekedik, és azért nem annyira szembetűnő, de most már akkor van ilyenünk is. Kellene még nekem akkor egy alchemy téből, ami amúgy a legfontosabb, hogy végre legyen obszidiánunk. Alchemy téből. Ehhez kell sima kő, blaze rod, valamilyen orb, goldingot, illetve ugye fa deszka. És akkor gyorsan ezt kraftoljuk is le. És megvan az alchemy tébelünk, aminek a segítségével, ha minden igaz, végre, de végre el tudom készíteni az obszidiánt. Yay! El se hiszem. Na, ezt hova rakjam le? Ezt itt le tudom rakni? Nem. Hova fér ez el? Hűha, annyira azért szerintem nincs jó helyen. Legalábbis hiszem azt, hogy tudunk neki jobb helyet találni. És akkor ahhoz, hogy legyen, ugye nekünk obszidiánunk, szükségünk van vízre, illetve lávára. Mi meglepő. Gyorsan viszont most már a pizzát is akkor magamhoz venném. Gyorsabban tudjam tölteni az életemet. Hiányzik azért innen az ágy. Sima ágyat nem tudok már kraftolni. De van már. Ugyanúgy kell, mint az alap Minecraftba. Kérdés, hogy vajon van-e nekem gyapjú blokkom? Mert az viszont nem biztos, hogy van nálam. Gyapjú blokkot hogy lehetett készíteni? Ugye nekem a bárányok ilyen freeze dobnak. Aha. Kell hozzá block of wicker. Jó. És pont lesz 3? Pont lesz 3, hogy el tudjam készíteni a saját ágyikómat. Hát most azt mondom, hogy jó lesz a sima fehér ágy. Nem akarom most annyira túlcsicsázni. És akkor el tudom most már készíteni az ágyat is, hogyha minden igaz. Ígyni. Sima fehér ágyikó. Tudom, az alap Minecraftos ágy az piros, de most megelégszek a fehérrel is. Jó. Így meg már spawn pontot is tudtam állítani. És akkor megint egy kicsit le kéne pakolnom, hűha. Még jó, hogy direkt úgy kezdtem a videót, hogy szinte üres volt az inventorim. Lávát kellene először is szereznem valahonnan. Honnan fogok én most így hirtelen lávát szerezni? Mert víz az van bőven.
Azt jól átgondoltam, még amikor ide költöztünk, de a láva... Kellene valami barlang lejáró, ami közvetlen láva forráshoz vezet minket, mert most már szükségünk lesz lávára is. Szóval, mint hogyha itt lenne lent láva. Sőt, biztos, hogy van, emlékszem most már. Így, ni. Jó, és az a kesztyű itt van még mindig bent. Jó, akkor bekapcsoljuk és fölmászok. Imádom ezt a kesztyűt. A legjobb kraftolás volt eddig. Annyira megkönnyíti az ember dolgát. Csak itt meg már annyira nem. Itt meg már nagyon idegesítő, amikor ilyen szűk helyeken kell felmászni, ilyen lépcsőszerűen, csiga lépcsőszerűen. És jéj! Végre szabadság! Na jó, szóval obszidián, ami úgy készült az alchemy table-be, hogy egymás mellé rakjuk a water bucketet, a lava bucketet, és kell még ugye a blood orb. Akkor ide berakom a blood orbot, és hát nem tudom, mindegy, hogy hova rakom. Obszidián! El sem hiszem! Végre! Jaj, de jó érzés! Assza mindenit! És így most már tudok obszidián chestet is csinálni! Na az milyen jó érzés lesz! Ugye abban sokkal több mindent lehet tárolni, meg tudok obszidián cuccokat készíteni. Még nekem is ima enchantment table kell, mindjárt megnézem, hogy itt mennyi kell hozzá, hogy megváltozott-e a receptje. Kell könyv hozzá, lapisz. És 4 darab obszidián, jó. Pontosan elég lávát hoztam magammal, az kemény. Egész jól haladunk, én azt mondom. Lehet, hogy ezeket már réges-rég el kellett volna készítenem, bár mondjuk ezt a alchemy table-t nem nagyon tudtam volna hamarabb, mert ugye kell hozzá blaze rod, ahhoz ugye pedig elég sok minden kellett. Olyan, mint hogyha elkezdett volna sorvadni ez a szem, nem? Vagy csak nekem tűnik úgy? Van 3, és akkor kell még egy darab vizes vödröt hozni magammal. És megvan a 4 obszidián. Gyorsan magamhoz veszek egy kis lapiszt. És akkor meg is lesz a enchantment table-ünk. Yay! Meg kell még hozzá könyv, amit szereztem a Twilight Forestből rengeteget. Úgyhogy tudok készíteni könyves polcokat is. Hát ennél azért többre lesz szerintem szükségünk, azért legalább egy 20 darab könyves polcot jó lenne lekraftolni. Jó, hát 25 darab könyves polc azért csak elég lesz, legalábbis nagyon-nagyon remélem. És ja igen, mondtam, hogy voltam a Twilight Forestbe. Na hát, nem csak a Twilight Forestbe kellett elmennem, ugyanis elhoztam onnan egy spawnert, ami nagyon jó ötletnek tűnt, ugyanis találtam egy olyan mobot, ami Magical Powder dobott, amivel ugye át tudom változtatni a itteni moboknak a kinézeti Twilight Forestes mobokká. Leraktam ide, elkezdtem farmolni, viszont ez a mob, ez tudott olyat, hogy átváltoztatott bizonyos blokkokat falevéllé. És átváltoztatta a Blaze Spawneremet is falevéllé. Úgyhogy az a helyzet, hogy el kellett mennem a Netherbe, és kellett hoznom még egy Blaze Spawnert, ami már annyira nem volt kellemes. Viszont most van 51 darab ilyen Transformation Powderöm, úgyhogy majd ezt is szeretném majd még bevetni. Ezeknek a könyves polcoknak viszont jól lenne megváltoztatni a kinézetét, mert ez annyira nem lesz így szép. Valami szebbet szeretnék, hogyha már van ehhez modunk. Van ilyen szivárványos, ez jó lesz. Ez jó lesz! Nem sokkal gondolkoztam a dolgom. És akkor most már el tudom készíteni, hogyha minden igaz, akkor az enchantment table-emet is. Juhú! Na, ezt hova rakjuk? Szerintem, hát vagy ezt a sarkot kellene átalakítani, és ezt a sarkot fogom átalakítani, mert hogy... hűha. I'm in trouble. Ezt hogy fogom felszedni? No! Ki kell hagyni közt egy helyet? Nem volt drága, de azért... Örülnék annak, hogyha ez kibányázható lenne. Jó, kibányázható. Ez most amúgy nagy megkönnyebbülés volt. Borzasztóan féltem, hogy ezt most újra kell kraftolnom az obszidián miatt. De jól néz ki. Oké. Majd ki kell azért itt világítani. Nem lenne szerencsés, hogyha ránk robbanna itt minden. És hát elméletek szerintem ennyi elég kell, hogy legyen, hogy ez majd működjön. Próbáljuk is ki, én azt mondom. Sima vaskardot szeretnék enchantolni. Viszont jó lenne akkor egy olyat, ami maxon van. Ezt akkor szeretném 30-asra. Unbreaking 3. Minden esetben ezt kapjuk. Unbreaking 3, Fire Aspect, Tombstone Soulbound. Hát jó.
biztos király lesz. Ennél azért mondjuk jobb enchantot is el tudtam volna képzelni, de nem baj. Végül is akkor meg vagyunk nagyjából mindennel, a cipőt szeretném még akkor megcsinálni, azt a slime cipőt, amihez nekem a kohó kellene. Armor trim, armor plate, és akkor ezeket kellene összekombinálnom. És végre meg lenne az a cipő, ami álmaim cipője, mert védeni is fog és pattogni is. Hallom, hogy valaki itt mozgolódik nagyon. Oké, és valószínűleg ide elraktam a zöld alapot, így ni. És akkor megvan a slime bootom. Na, király! Ez már most sokkal jobb lesz, mint ami volt, ugyanis véd is, és pattog is. Még nem sokat véd. 0,34-et? Hát jó, minden esetre biztos, hogy jó lesz majd, mert erre tudok már modifiereket is rakni. Azt viszont majd akkor még meg kell nézni, hogy milyen modifiert érdemes rárakni. Gondolom, majd most az obszidiánnal már tudok olyat is, ami ugye több védelmet nyújt, és akkor sokkal robosztusabb lesz. Hát az a helyzet, hogy szerintem akkor most mindent elkészítettem, amit akartam. Nézzük meg még akkor ezeket a cukorkákat. Azt írja, hogy jó, hogyha van a közelünkbe tej. Biztató. Akkor viszont alszunk egyet, és akkor megnézzük ott a bölényeknél, melyik mit csinál. Azért nem szeretnék meghalni sem. Abszolút nem lenne kellemes. Na hello srácok, én most cukorkát kóstolok, jó, ne zavarjatok. Kérdezi ilyen YouTube-os dolog, hogy mindenféle édességeket megkóstol az ember. Oké. Egy kis tejcsi. Megesszük ezt, és looting. Hát ez jó, nem? Looting 3 van rajtam. Hát ha ezt tudom. És mindig ezt adja a piros. Ebből ez az egy volt, persze. Vagyis ha megeszem ezt a lilát. Stenching brew. Ez mit tud vajon? Sárga? Bitter ward. Hát, hogy az őszintét megmondjam, nem tudom, hogy ezek az effektek pontosan mit tudnak velem csinálni. Ugye szerintem egészen ügyesen haladtunk a mostani részben, nagyon remélem, hogy tetszett nektek. Ha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet. A következő részben valószínűleg át fogom egy kicsit alakítani a házamnak a külsejét, illetve akkor haladunk tovább a modpackben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Anti voltam, sziasztok!